A labdarúgó NB3 nyugati csoportjának második fordulójában a Bicske látogatott Győrbe, az Eto előtt adott az első helyzet, Tamás szögletét Papp fejelte, nem sokkal fölé. Aztán 5 perccel később a vendégek előtt is volt egy lehetőség, Lakatos csúsztatott Faggyas kezébe, nem született azonban ebből gól. A 14. percben azonban egy csodálatos góllal megszerzi a vezetést az Eto, Szabó Tamás, a csapat legidősebb tagja maga 21 évével, a sorfal felett a kapu jobb oldalába csavarta a labdát, így már is megvan a zöldférek számára a vezetés, akik szép játékkal rukkoltak elő, és akár növelhették is volna az előnyt, Lacának a lövés azonban centikkel is, de a kapu mellett landolt. Egy formás ellentámadás a második félidő elején az ellenféltől, az utolsó pillanatban azonban a védőknek sikerül tisztázni, így marad az egygólos Eto előny, amit sikerül megduplázni méghozzá az 52. percben, még hozzá azért, mert Farkas csak szabálytalanul tudták megállítani, a sértett pedig belőtte a büntetőt, így alakult ki a 2-0-ás végeredmény. Az első két fordulóban, tehát Antonio Muñoz csapata mind a kétszer két gólos győzelmet aratott, így magabiztosan kezdte a labdarúgó NB3 nyugati csoportjának idei szezonját.